nézőinket, önök az Összhangban a Tudomány című műsorunkat látják. Egy pár héttel ezelőtt találkozhattak már Turcsányi Évivel, aki a természettudományok docense, Németországban él, Magyarországon nem praktizál, viszont mi örülünk, hogy ismét találkozhatunk, hiszen rengeteg tapasztalat birtokában és sok terápia birtokában biztos tud hasznos tanácsokat adni a kedves nézőknek. Örülök, hogy el tudtad fogadni ismételten a meghívásunkat. Én is örülök, hogy itt lehetek. Évi, nagyon sok minden elhangzott az előző adásban, de lehet, hogy nem mindenki tudja. Foglald össze gyorsan, hogy hányféle terápiával foglalkozol a gyógyításaid kapcsán? Még sose számoltam össze, de olyan 35 lehet. Mert minden ember egy individuum, tehát nincs két azonos gyógymód. Évi egy gyógyíthatatlan betegségnek tűnő és operálást kívánó betegség után döntött úgy, hogy a saját sorsát a kezébe veszi és elkezdi tanulmányozni azokat a gyógymódokat, ami által tud segíteni az embereknek. Az előbb azt mondtam, hogy gyógyítasz, holott tudjuk, hogy Magyarországon nem szabad azt mondani, hogy a természetgyógyászok gyógyítanak, hanem kiegészítő terápiákat alkalmaznak az orvosi praxisok mellett, amivel a jobb közérzetet, az életminőséget tudják javítani. Így van ez Németországban is? Nem, ott minden természetgyógyásznak saját praxisa van. Igaz, nagy a kenyérharc az orvos és a természetgyógyász között, hiszen a természetgyógyász elviszi a paciensek egy részét, akik természetes úton akarnak gyógyulni, ezért az orvosok zöme nem szereti a természetgyógyászt, de szabad választás van, hogy ki hova megy. Viszont érdekes módon vannak olyan orvosok, akik képzik magukat. Bizony. Ilyen az egyik házi orvosunk is itt, dr. Pecsenyi Gyula, aki Leningrádban végezte annak idején az orvosi egyetemet, aztán utána Magyarországon praxizált Németországban, és kint 5 éves természetgyógyászati iskolát is elvégzett, mert széles spektrumon szeretné gyógyítani az embereket. Mint mondtad, legalább 30 féle terápiának a gyógyító hatását tanulmányoztad. Igen. Melyiket sikerült olyan szintre vinni, hogy ezeket már tanítod is, és így kaphattad meg a docensi címet is? Európai orvoslásnál az a baj, hogy specializálódtak fülorvos, szemorvos, gége, belgyógyász, és azt a szakterületet ismeri, de a többiben már nincs otthon. És miután egy ember egy individuum, tehát test, lélek és szellem összefügg egymással, én vallom, hogy a legtöbb betegséget nem is a test oldaláról lehet meggyógyítani, hanem a lélek és szellem oldaláról, hiszen ott történt a trauma, csak senki se figyelt fel rá, és ezért éppen ott kellene a gyógyításnak is megkezdődnie. Na, nagyon sok ember, főként férfiak, igen, hogyha azt mondod, hogy a lelkeddel van probléma, kinevet. Akkor kinevet. Hogyan tudsz hozzáállni ezekhez az emberekhez? Azt gondolja nagyon sok ember, hogyha nem vágtak, nem szúrtak, akkor nem történik semmi. Igen. Voltak éppen az embereknek fejlődniük kell, és előbb-utóbb a sok hiába való orvosi kezelés után rádöbbennek arra, hogy változtatni kell. Aki erőszakosan ott marad, hogy csak operálni lehet, és csak a betegrészt kivágni, az annál nem olyan hamar következik be a gyógyulás, vagy egyáltalán nem is következik be, mint az, aki megpróbálja a lélek és a szellem oldaláról a testet gyógyítani, hiszen a test, lélek és szellem elválaszthatatlan. Mondtad, hogy 30 féle terápiát alkalmazol, és az egyéniségeknek és a betegségeknek megfelelően nézed. Mennyire hosszú egy kezelés, és mikor, tehát hogyan ötvözöd a terápiákat? Az egyik, hogyha hatástalan, akkor térsz át a másikra, vagy párhuzamosan alkalmazod őket? Nem. Ez úgy történik, hogyha jön hozzám valaki, és ismeretlen,
akkor megnézem a pulzusát, nyelvét és az íriszét. Akármilyen betegséggel jön hozzám ez a három, ba legalább kettőnek össze kell esnie, és akkor tudom, hogy például a térde fáj, mert protézist tettek be, és nem jól sikerült az operáció, de mégse a térdével van baj, hanem mondjuk a veséjével. És elkezdjük akkor a vesét tisztítani, és előbb-utóbb, de rendszerint előbb, meggyógyul a térde is. Tehát a szervezetünknek az összefüggése, a meridiányai hatnak egymásra. Igen. Is. Azt de találom, akkor ezek szerint íris diagnosztikával kezdett, nyelvdiagnosztikával és pulzussal. Koreai sorozatokban láttuk annak idején, nagyon kedveltem ezeket a régi történelmi sorozatokat, ahol a koreai és kínai orvoslásba pillanthattunk bele, a film szintjén is, de hogy a pulzusból nagyon-nagyon sok mindent meg lehet állapítani. De a nyelvből mennyi ideig kell ezt tanulni, vagy mit érzel? Igen. Mert ugye ott azt látok, hogy még a terhességet is a pulzusból meg tudják pontosan állapítani. Európai orvos például a pulzusnál, én nagyon kevés európai orvossal találkoztam, aki a pulzust megnézte, vagy ha megnézi, akkor egyik kezen nézi meg, de mind a két csuklón meg kell nézni a pulzust, hiszen más-más szervek vannak a jobb kézen és a bal kéz pulzusán. És hogy mennyi ideig kell tanulni? Azt igen, kérdezte? Tehát mit érzel belőle? Voltak éppen mindegyik szervet lehet érezni a pulzuson, és ezért szoktam még megnézni a nyelvet, mert a kínai orvoslás, a tradicionális kínai orvoslás szerint a pulzus és a nyelv az összefügg egymással. Az írisz, az később alakult ki, és nem Kínába az írisz diagnosztika, hanem az arab világba. De miután én azt is megtanultam, én a hármat ötvözöm együtt. Ellenőriztetni szoktad-e labor eredményekkel a saját diagnózisodat? Igen, mert az ördög nem alszik. Úgyhogy ellenőriztetem, és nagyon örülök, amikor látom, hogy egybeesik 99%-ba. Mennyire alapozol az orvosi leletekre, vagy pedig csak a saját diagnózisodra koncentrálsz? Az orvosi leleteket elolvasom, és akkor, mert rendszerint olyan betegek jönnek hozzám, akit az orvos már kikezelt, és mégse gyógyult meg. Ezek hozzák magukkal az orvosi diagnosztikát. Elolvasom, és utána megnézem a pulzusát, nyelvét, íriszét, és elmondom neki, hogy asszonyom vagy uram, magának ez a etikettet ragasztották a homlokára, hogy ez a baja. Én úgy látom, hogy a májat kell előbb kitisztítani, és akkor elkezdjük a májat tisztítani, így vagy úgy, különböző nagyon természetes módszerekkel, és akkor látom, hogy jött a szemével, vagy jött a térdével, és látom, hogy kezd javulni a szeme és a térde. Egy furcsa saját történetem van. Beteg volt magas lázzal a fiam, és az egyik nagyon kedves természetgyógyász barátunk eljött, és egy, most már tudom, hogy tibeti hangtálat hozott magával, és rezgésterápiát alkalmazott, és az én hitetlen édespárom ott zokogott a röhögéstől a másik szobába, hogy kolompolnak az Oli feje fölött. És fogalma sem volt arról, hogy ez tulajdonképpen mégis mit is jelent. De hát tudjuk, hogy a rezgésterápia egy nagyon fontos terápia tud lenni. Ősi terápia. Milyen ez a terápia? Ez voltaképpen a hangokon és a rezgéseken alapul. Voltaképpen ők azt mondják, hogy minden betegség úgy alakul ki, hogy a test elfelejti az ősi rezgést. Tehát olyan sok hatásnak vagyunk kitéve, jobbról, balról, sugárzásnak, ami az egészséget is rombolja, hogy az ember ebből az ősi rezgésből kilép, nem csoda, és a megváltozott rezgések okozzák a betegségeket.
Tehát ez a hangtál, ez visszavezet minket az ősi rezgéshez, és ezen alapul a gyógyulás. Gyakorlatilag nagyon sok modern diagnosztikai eszközben Igen. az ősi tudás benne van, Igen. csak modernebbül alkalmazzuk Igen. Ugye, Igen. a fizikoterápiánk által. Van-e szerepe az orvoslásban, vagy a gyógyításban a testi kontaktusnak? Gondolok itt a masszázsra, a lazításra. Igen, óriási szerepe van, hiszen minden a világon rezgés, és voltak éppen ez is egyfajta rezgés. És a masszírozás? A masszírozás, igen, és a bőrrel való érintkezés, a másiknak az energiája, ez mind összetevődik abba, hogy az én, mert ha valaki beteg, akkor eltávolodott az ősi rezgéstől, az ősi energiától, ezért jön létre a betegség. Tehát, ha én visszavezetem az ősi rezgéshez és az ősi energiához, akkor meggyógyul. Ilyen ezek egyszerű. A manuálterápiák? Igen. Manuálterápiák közül melyik? De a sugárzás igen, is. A sugárzás is igen. Akupunktúra ilyen? Az akupresszúra ilyen, mert ott masszírozzuk. Az akupunktúra egy tűvel való operáció, és ott ennél az operációnál az első csepp vér, ahogy a tűt a testbe beszúrjuk, az az operáció. Alkalmazod-e az akupunktúrát? Igen, igen. Ezt az akupunktúrát Kínába tanultam, de Németországban csak az használhatja, aki természetgyógyász. Orvosok nem alkalmazzák? De, nagyon sok orvos alkalmazza, de még mindig az orvosok nagy tömegénél ki van nevetve, ha valaki akupunktúrázik. A tisztításról többször beszéltél, a máj tisztításáról. Miért olyan fontos, hogy a máj tisztítását kezdjük meg először? Azért, mert a kínai, tradicionális kínai orvoslás szerint a máj a generális. Tehát minden szervünk, minden életfunkciónkban a máj játszik a legfontosabb szerepet. Én a máj tisztításával is 2003 után ismerkedtem meg, addig ismeretlen volt számomra, és a máj tisztítása nagyon fontos, mert nem csak az ételek, hiszen amit megeszünk, ha az ember nem vigyáz, a kész ételek nagy része műanyag. Tehát, ha nem viszünk be természetes anyagokat, akkor kialakulnak a civilizációs betegségek. Lassan, süttyomba. És ez mind a májnak kell feldolgozni. A veszekedést, a lelki problémák szintén a májnak kell feldolgozni. A szellemi, lelki és testi mérgek mind a máj dolgozza fel, és ezért nagyon fontos a máj tisztítása. Én 2003 óta csinálom, ezt mindig csökkenő holdba kell csinálni, hiszen akkor a hold, mert testünk nagy része víz, és ahogy az apály és a dagály hat a hold, ahogy hat az apályra és a dagályra, épp úgy a bennünk lévő vízre is hat a hold, csak nem vesszük észre. És éppen csökkenő holdnál kell a máj tisztítását elkezdeni azért, hogy a test harmóniája visszaálljon. Hogyan lehet a májat tisztítani? Milyen terápiával? Többféle mód van. A legegyszerűbb mód az a három krumpli esete. Veszünk három biokrumplit, szépen megmossuk. Ajánlom mindenkinek, hogy mossa meg szódabikarbónás vízbe, és utána tiszta folyóvízbe. Nekünk csak a három biokrumpli héjára van szükségünk. Ezt meghámozzuk a krumplit, beletesszük egy üres lábosba, és sima vízzel felöntjük, hogy a krumpli héja be legyen borítva. Maradjunk ott a tűzhelynél, fakanállal a kezünkbe felfegyverkezve, és akkor lassan forraljuk ezt a krumpli héját a vízbe.
Egy ilyen habos valami fog kilépni a héjából, azért kell a fakanál, hogy kavargassuk. A habnak nem szabad kilépni a lábosból, 3 percig forraljuk, 3 perc után lekapcsoljuk a tűzhelyt, és félrehúzzuk a lábost, hagyjuk kihűlni, és szűrőn keresztül ebből körülbelül egy olyan liter fog keletkezni, liter víz, a 3 krumpli héja beborítva, és akkor erre ezt hagyjuk kihűlni, az első 2 decilitert megisszuk még langyosan, a többit nem szabad megmelegíteni, megisszuk hidegen. Ez a legegyszerűbb, legolcsóbb krumpli héj terápia a máj tisztítása érdekében, de van egy másik, azt lehet, hogy a hallgatók már ismerik, az a Dr. Hulda Clark féle májtisztítás, ahol használunk keserű sót, használunk olajat, és használunk grapefruit levét. Tehát ez voltak éppen úgy történik, hogy el kell egy szombatot vagy vasárnapot, vagy hétköznap egy délutánt és egy következő reggelt rezerválnunk erre a májtisztításra, ezt is csökkenő holdba kell csinálni, és 8 deciliter sima vizet összekeverünk keserű sóval. Apropó, a keserű sót kihagytam a receptből. Összekeverünk. Honnan veszünk keserű sót? A keserű sót azt voltak éppen gyógyszertárba, Németországban gyógyszertárba lehet kapni. És milyen adagba keverjük, mert hát ha most valaki utána... Igen, tehát 8 deciliter sima vízbe beteszünk 4 evőkanál keserű sót, és ezt összerázzuk. A kúra úgy történik, hogy 6-kor kezdhetjük, de kezdhetjük 7 órakor is. Megiszunk ebből a keserű sós vízből 2 decilitert. Nem szabad enni már 2 óra után, csak vizet lehet inni, tehát 18 órakor megiszunk 2 deciliter keserű sós vizet, utána 20 órakor megiszunk a másik 2 deciliter keserű sóvizet, és 22 órakor kellene meginnunk a grapefruitot, a zaftját, az olívaolajjal, 125 ml olívaolajat összerázzuk, azelőtt fogat mosunk, vécézünk, előkészülünk a lefekvésre, és utána lefekszünk. Fontos, hogy az első 20 percben mindkét válunk az ágyba legyen, tehát nem szabad oldalra fordulni, hanem fekve kell ezt megmaradnunk, azért, mert az olívaolajas grapefruitnak egyenletesen kell a máj 2 lebenyébe eloszlania, és 20 perc elteltével, tehát 20 percig a hátunkon fekszünk, 20 perc elteltével már fordulhatunk jobbra-balra, fel is kelhetünk, ha valakinek valami dolga van, utána elalszunk, ha tudunk, és másnap a vekkert beállítjuk reggel 6-ra vagy 7-re, megisszuk a 3. 2 deciliteres keserű sós vizet, és 2 óra múlva a következőt. Ez a májnak a professzionális kitisztítása, és meg fogjuk látni, ha először végezzük, hogy kövek milliói jönnek ki belőlünk. Ez a kő a májba és az epébe van. Ezért, ha valakinek az epéje tele van kővel, nem operálni kellene a tradicionális kínai orvoslás szerint, hanem egy ilyen kúrát csinálni. Tehát kijön a kő az epéből és a májból. Ezek a kövek vagy olyan nagyok, mint a hüvelykujjat körme, vagy egész kicsik, a sötét zöldtől és a feketétől a világos sárgáig van a kövek színe, és különböző nagyságúak. Én mindenkinek ajánlom, ha először csinál így májtisztítást, vegyen egy egyszerű műanyag szitát, és amikor elkezd, mert ettől a sós víztől hasmenésünk lesz, hogy a köveket kimossa a testünkből ez a hasmenés, akkor ezt a szitát illik, nem illik,
Ha vécén ül, tartsa a két lába közé a nyellel, és a kő ebbe a szitába fog menni. Meg fogunk lepődni, hogy milyen köveket találunk ott, hiszen a folyékony, mert hasmenést okoz ez a keserű sós víz, a folyékony átmegy a szita lukain, a hasmenés terméke, de a kövek azok ott fognak maradni. Én amikor először csináltam ilyet, nem voltam rest, gumikesztyűt húztam, és bizony egy fa izével, egy fa lapocskával keresgéltem, és a két legnagyobb követ kiszedtem, megtisztítottam, most légmentesen záródó üvegbe van, örök emlékül, hogy milyen nagy kő volt a májamba, vagy az epémbe, nem tudom, hogy honnan jött ki, és ez nagyon sok betegség forrása. Érdekes, reméljük, hogy figyeltek a kedves nézők, és le tudták írni, vagy hogyha visszanézik az interneten az adásunkat, és akkor mondhatok még valamit? Gyógymód, igen. Azt, hogy az emberek ott ijednek meg, és leállnak ezzel a tisztító módszerrel, hogy amikor megisszuk a grapefruitos olívaolajas keveréket, elkezd a máj dagadni. És ez, ha még nem végeztünk ilyen tisztítást, ez egy bizonyos fájdalommal jár. Uh-huh. Rendszerint az emberek ott szakítják meg az egész dolgot, hogy fáj a mája, és akkor telefonálnak ide-oda, vagy rohangálnak ide-oda segítséget kérni. Ez egy természetes mód, hogy a máj dagad ettől a dologtól, hogy a kő, a benne lévő kő ki tudjon lépni a májból. Van-e ellenjavallat? Hát tehát igen, ki ne gyenge idegzetű ember ne csinálja, olvassunk nagyon utána, mielőtt csináljuk, és különben én minden embernek ajánlom, mert nincs az a természetes gyógymód, hogy a májba lévő köveket és az epébe lévő köveket ki lehessen hozni, különben jön az operáció. Milyen időnként, vagy milyen sűrűséggel lehet ezt a tisztítást csinálni? Addig, míg köveket találunk, minden csökkenő holdba kell csinálni. Havonta? Havonta, igen, egyszer. És amikor már nem találunk a szitán, mert én a szitát használom, amikor nem találunk a szitán már köveket, akkor már egy évbe egyszer vagy kétszer. Nagyon szépen köszönjük a tanácsot. 2 percünk maradt hátra, hoztál 2 könyvet. Igen. Az egyik a holdkalendárium, mindenkinek ajánlom, a holdkalendárium. Ez le van írva itt, hogy miután a testünk 70-80% a víz, akár hiszük, akár nem, mi is, mint a dagadás és a tengereknek a csökkenése, épp úgy reagálunk a hold állására. Mindenkinek ajánlom egy holdkalendárium beszerzését. Ez egyszerű, a legegyszerűbbet, olcsóbbat vegyék meg, és itt le van írva, hogy mit ajánl a könyv írója a hold állása miatt. A másik? Elien Keddinek a könyve, Nyisd meg lelked ajtaját. Mindenkinek ajánlom, itt nincs évszám, csak napok és hónapok. És minden nap a holdkalendárium után elolvasom ezt, mert ez a lélek és a szellem mai napi működésével kapcsolatban ad útmutatást. Remélem, hogy a kedves nézők is kaptak Turcsányi Évitől útmutatást, aki Magyarországon ritkán tartózkodik, hiszen német állampolgár, Németországban él, és praktizál, és magyar is, és az interneten megtalálják, hogyha netántán kérdést tehetnek, vagy szeretnének föltenni, akkor válaszol rá, illetve igen, a Csaknőknek magazinban is, ha jól tudom, akkor igen, van egy rovatod. Köszönjük szépen a sok értékes információt. Remélem találkozunk még. Igen, én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm neked.